nem tudunk olyan embert mondani, aki ne dobott volna már 3 nyilat tárcgépre, vagy ott van egy kis szivacstáblára. Na ezért aktuális a következő pár perc mondandója bármikor. Sokan csak sörkorcsolyaként ragadnak nyilat, de a 90-es évek elején még 2-3 ezer, ma 7-800 az igazolt dárc versenyzők száma hazánkban. Nagy-Britanniában, Hollandiában irdatlan mennyiségű játékos játszik, ott mind a két országban nemzeti sport a dárc, többen játszák, mint a futballt. A nyilakat most Székely Penge Pál dobálja, ő hazánk egyik legjobb játékosa. A Vasas centenáriumi Darts Liga tavalyi győztese, itt 8 játékos meghívásos alapon több versenyen vesz részt, a nemzetközi ranglistán a 200. hely körül van. Ezek a képek pedig a tavalyi Hungarian Open-en készültek, itt 18 ország 200 férfi indulójából 3. lett Penge. A sportoló, aki civilben játékos, hétköznap projektmenedzser, eligazított a darts világában. Kétféle szakág van a dartsban, van a steel, a fémhegyű, és a soft, a úgynevezett gépi darts. Mind a kettőn más-más versenyrendszert játszanak, nemzetközi szinten és Magyarországon is. A lényeg, 501 pontról indulnak, és nulláig kell lejutni. Igen ám, de az utolsó dobás a legnehezebb. A nullát úgy kell elérni, hogy az az érték, amit dobunk az utolsó nyírra, az egy úgynevezett dupla érték legyen, tehát kettővel osztatónak kell lennie. A dartshoz nem szükséges szupererő. Kell egy jó szem, egy kész-szem koordináció, nem kell semmilyen különleges fizikai adottság hozzá, ezért jó is igazából bárkinek ajánlom. Ha bárki képes rá, akkor én is. Két új. Jó, a harmadik ujjad valahol támaszt, ahol kényelmes. A dobó mozdulatnak a végénél elengeded a nyilat. Ez mondjuk logikus. Így. Táblával szembe, vagy oldalt rakod a lábadat, vagy pedig merőlegesen, vagy kettő között, ahol éppen kényelmes. A dobó célpont felé nézzen a vállad, és ezzel merőleges legyen a dobó cél felé a válladnak a síkja. Amikor megvan ez az állás, akkor megfogod a nyilat, hátrahúzod, és eldobod. De húzd hátra rendesen fejig. Semmi gond. Bocs, még jó? Egyet. A következő 3 dobás említése sem méltó, de a negyedik, nos, nézzék. És ott a bull. Fordulj el! Lehet én is komolyabban kezdek koncentrálni, lehet megérni. A Tiger Woods címmagasságok elképzelhető. Én Phil Taylorról tudom, hogy ő egy évben össze szokott dobálni, és ez csak a pénznyeremény, tehát a reklámszerződések nincsenek benne, olyan 1 millió 200 000 angol fontot. Penge célja egyelőre, hogy az amatőr darts VB-re kijusson, eddig mindig hajszálhíja volt, talán sok tripla 20-as meghozza majd a sikert.